Üdvözlöm Önöket, ez az Egyenlítő itt az Ózon TV-n. Két érdekes témával jelentkezünk ma. Hamarosan érkezik Csutka István, aki Grönlandot már meghódította, rengeteg nagy kalandban volt része, most viszont fogta magát és gyalogszelte át Amerikát, hogy hogy tette, milyen problémákkal kellett megküzdeni erről hamarosan, viszont másik vendégünk már itt van velünk, Fehér Csilla, aki fogta magát és otthagyva a nagyvárost, leköltözött a Káli medencébe, Mindszentkállára. Azóta pedig a környék szerelmesebb, gyakorlatilag mindent tud róla, kiállítótermet üzemeltet, ahogy ő mondja, minden fát, bokrot ismer, és többek között koncerteket szervez arrafelé, térképet készítette egy geográfussal. Egy kicsit Csilla veled, és természetesen a Balaton felvidékről szeretnék beszélgetni. Hello. Hát figyelj, ami a legfontosabb talán, hogy miért hagytad el a várost, a nagyvárost, és miért éppen Mindszentkálla? Nem terveztem, hogy elhagyom a várost, egy hétre mentem le, hogy ezt a térképet elkezdjük feltérképezni konkrétan, és aztán meglátogattam Mindszentkállán a testvérem egyik barátját egy kávéra, és ott ragadtam. Ez egy ilyen spontán sorsszerelem volt. Na hát az az igazság, hogy Mindszentkálla egy gyönyörű hely, de nekem például hogy hirtelen nem jutna eszembe, hogy végül is ott maradjunk, ott legyünk. Mi az, ami végül is Mindszentkálla mellett szólt? Ez nem Mindszentkálláról szólt, hanem ez az én életemről, de utána viszont elragadott az egész környék. Tehát Mindszentkálla, Szentbélykálla, Köveskál, Kővágörs, Kékkút. Egyszerűen nem tudtam visszajönni Budapestre, mert nem láttam értelmét azok után, hogy az a csodálatos hely energetikailag és természeti szépségileg ott ragadott. Egy nagyvárosi lány egyszer csak fogja magát, lemegy és azt mondja, itt fogom az életem tovább élni? Na jó, de a nagyvárosi lány 28 éve zenekarokkal dolgozik, tehát kicsit elég volt. Úgyhogy... Igen, azt azért tudni kell rólad, hogy te klasszik zenész feleség voltál, zenész menedzser, és aztán lehet, hogy eljött a pillanat, amikor váltani kellett? Igen, van, amikor vége van bizonyos dolgoknak. Ott ugyanúgy szervezek koncerteket. Mind a mai napig? Mind a mai napig, igen. Tehát hozod azért oda, errefelé. Örvényesen van egy kultúrközpont. Különféle művészeti alkotásokat állítunk ki a kiállítóteremben, csak balatoni művészek által, illetve zene van, és csak balatoni termékeket adunk, ez örvényesen van egyébként. Aha, na egy kicsit beszélgessünk erről a Balaton felvidékről, mert nagyon érdekes, látom a szél az megtámadja itt a térképeinket. Amikor te lementél, azt mondod, hogy egy térképet akartál csinálni a Balaton felvidékre, a Káli medencéről? Egy Torockó és környéke térképet csináltunk Schwarz Gyulával, aki a kartográfus, és amikor jöttünk hazafelé, akkor mondtam, hogy szerelmes vagyok a Káli medencébe, mert hogy már 17 évesen ott nyaraltam, abban a házban, ahol egyébként most élek. És mondta Gyula, hogy ez nagyon jó ötlet, mert ő is szereti a Káli medencét. És egy hétre rá, Pálkövére leköltöztem, és biciklivel elindultam, hogy akkor nézelődök. Segíts már, én bevallom őszintén, hogy földrajz tanár vagyok eredetileg, földrajzszakot minden oldalról elvégeztem, de az a térképkészítés az egy meredek dolog, legalábbis az én tapasztalataim szerint. Hogy áll neki az ember, hogy kezd bele az ember? Hát először is kijelöli azt, hogy melyik területet szeretné feltérképezni, bemegy szépen a Honvédelmi Minisztériumba, megveszi a térképszelvényt komoly összegekért, és utána saját maga elkezd rá rajzolni olyan dolgokat, amiket szeretne. Ugye a mi térképeink abban különböznek a többi turista térképektől, hogy ez egy néprajzi értékű térkép, az összes régi dűlőnév, az összes feszület, a tájházak, a kutak, mindent jelölünk rajta. És akkor ez szépen mész, utána nézel, néprajzi gyűjtés, hát ez egy 10 hónapos munka. Ha jól értem, azért ez egy kétirányú munka, ugye te vagy az, aki a neveket felkutattad, te vagy az, aki a különböző falvaknak a egyes érdekességeit felkutattad, a kartográfus pedig klasszikusan, aki a térképet rajzolja. Így ugye? Van, ő rajzolja rá. A néprajzi értékeket is a Gyula tette rá. Én igazából a szolgáltatókat kerestem meg, hogy érdekli-e őket egy ingyenes térkép, aha, és hogy nyilván finanszírozzák. Tehát benned volt ugye a menedzser szemlélet? Igen, én vagyok a kivitelező, és a Gyula a kartográfus. Aha, és a különböző mélyedések, magasságok, tavak, mocsár, város, falu, az hogy kerül ilyenkor a térképre? Tehát honnan tudod például, hogy hol a falu határ? Ezek alapból rajta vannak, tehát ezért kell azt a térképszelvényt megvenni, mert a térképszelvényen alapból a rajta vannak a határok. Uh-huh. Tehát te csak azt teszed utána rá, ami meg érdekesség. Egy normális turista térképen nincs rajta ennyi információ, mint ezen. Ez viszont az egyik legrészletesebb térkép, amit valaha ez láttam. A legrészletesebb térkép, igen. És amennyire tudom, ezt díjazták is. Igen, ez két
az első évben első helyezetet ért el, és utána minden évben dicséretet kapott a Széchenyi Könyvtár által kiírt Nagy Magyar Szépségversenyen. Na, Nagy Magyar Térkép Szépségversenyen. Azért ezt gyorsan hagy gratuláljuk. Tehát köszönjük, ez a Gyulának főleg. Jó, de te is bründoltad elég rendesen. 10 hónapot töltöttél el vele, de hát azóta is egyébként a környéken gyakorlatilag minden bokrot ismersz. Ugye ez nem titok, hiszen tovább mentél, további térképeket készítettetek. Hát igen, hát maga a Káli medence tényleg olyan, hogy egy kisebb fajta információs központ van a fejemben. Utána elkészítettük a Tapolcai medencét, Pécsei medencét, Balatonfüred és környékét, és ide jön a Keszthelyes környéke, és aztán megyünk tovább, hogyha bírom erővel, mert ezt... Tehát akkor gyakorlatilag az egész Balaton felvidéket szeretnéd most már. Az egész Balatont most már. Most már az egész Balaton. Igen, tehát hát a déli értelme. Part is akkor ezek Igen, után. Hát a déli part is gyönyörű, és a déli parton is azért a tótól 30-40 kilométerre nagyon szép helyek vannak, amiket nem is ismernek az emberek. És ennek a térképnek kicsit ez is volt a lényege, hogy mivel a Balaton nem csak nyárról szól, hanem egész éves, gyönyörű kiránduló helyek vannak, az embereknek rá kéne szokni arra, hogy nem csak strandolnak, nem csak labdáznak, hanem igenis elmennek kirándulni, kicsit feltöltődnek. Úgyhogy ennek ez a lényege, hogy a Balatontól egy olyan 20-30 kilométerre is megmutatjuk, hogy mik vannak. Na Csilla, most őszintén bevallom neked, hogy én nagyon-nagyon szeretem a Balaton, az észak-balatoni tájakat, elég gyakran mászunk oda biciklivel. És a biciklizés az egy lehetőség arra, hogy nagyon kicsit a Balatontól konkrétan távolabb eső tájakat is megtalálj, de hát itt nagy élmények vannak, és nem csak a halra gondolok, nem csak a jó fröccsökre, nem csak a lehetőségre a fürdésre, hanem azért gyönyörű helyek vannak. Itt gondolok arra, hogy amikor elindul az ember a Badacsonytól, akkor például a Kékkutat megtalálja, inni ott a forrásból, de hát ezeket sokkal jobban tudod. Így van, hát érdemes körbe biciklizni, érdemes egyébként olyan biciklivel jönni, ahol terepen is lehet, mert én azt ajánlom mindenkinek, hogy azokon a földutakon biciklizzen, és ne az úton, ahol az autósok mennek. Egyrésztről nagyon gyorsan mennek a turisták, tehát nem tudom, mi ott élünk télen, nyáron, ősszel, tavasszal, mi nem hajtunk gyorsan. Amikor megérkeznek a turisták, akkor nem tudom, hova sietnek, mert nyaralni jönnek, de tényleg gyorsan mennek, és ez nem jó. Úgyhogy ilyen földutakon szoktam ajánlani inkább a biciklizést. Kékút, igen, a kékúti forrás az ott mindenkinek megkötelező megállni és vinni valami nem eldobható flakont. Amit nagyon szeretek, az Vincent Kálán a Kopaszhegyre felvezető lépcső, ez körülbelül 297 lépcső, nem biztos, hogy pontosan mondtam, de onnan gyönyörű a kilátás belátni a Tapolcai medencére és a Káli medencére, Balatont is látni onnan tovább menve Kőtenger, Szentbékállán, Ingókővel, az is egy gyönyörű, feltöltődő hely. Azt miért mondják egyébként, én ezt már többször is hallottam, hogy a Káli medence az aféle energetikai pont, vagy energetikai bázis? Erről te mit tudsz? Én érzem ezt, azt, hogy miért mondják, azt gondolom olyan emberek mondják, akik szintén érzik. Nekem volt egy olyan ötletem egyszer, hogyha ránézel a Káli medencére, akkor ott nincsenek kábelek, nincsen semmi beépítve. Talán ettől is lehet jobb energia ott, de mindenféleképpen a természet, a víz adta közelség, a hegyek, az nagyon sokat számít az ilyen energetikai dolgoknál. Na segíts nekem, és ne csak a Káli medencéről essék szó, hanem általában erről a környékről. Itt ugye a legtöbben, amikor azt mondják, hogy megyünk a Balatonra, akkor tényleg szó szerint a vízpartot választják. Te pedig azt mondod, hogy azért néhány kilométerre északabbra is azért van élet, és nem csak élet van, hanem akár 365 napos élet is van, sok-sok öröm és sok-sok csodálatos dolog. Mi az, amit ugye itt belekezdtünk néhány dologba, mi az, amit még ajánlanál a környéken? A Káli medence eredete az Kálbulcsú Horka hadvezértől származik, akik kiűzték a törököket 1300 környékén. És ugye nem csak három kál van, Mindszent kál, Szentbékkál és Köveskál, hanem van Töttöskál, Kerekikál, Sóstókál, Kisvitkál, és ezeket a romokat, tehát ugye Mindszentkál, Szentbékkál, Köveskál település, ott is vannak romok, de a többi rom, amit felsoroltam, egyébként megtalálható a térképen is, ott az egy látogatható dolog. Hát egy kis romot kell elképzelni, ahol geocachingek vannak amúgy, de tök jó pofa. Innen származik maga a neve, ezt nagyon sokan nem tudják. Én se tudtam, én most hallom tőled először, de örömmel hallom. Tehát akkor, ha úgy tetszik, történelmileg is található egy-egy
Igen, rom. És ezt akartam mondani, hogy ezeket a romokat érdemes felkutatni biciklivel. 3-4 romról van szó, van amelyik csak úgy az erdő közepén. Egyébként amit nagyon ajánlok szintén az 5-ös kilátó, az fent Szent Békála és Köveskál között a Fekete-hegyen. Az is egy gyönyörű túraútvonal, egy ilyen mélyárokba kell felmenni, és akkor odaérsz a kilátóhoz, és hát így fantasztikus, így belátsz mindent. Kilátók többsége délfelé néz, tehát a Balaton felé, akkor jó sokat látni a Balatonból. Így van. Ez egy csodálatos látvány, ugye? Túloldalt is. Csodálatos látvány a Balaton is, de maga az egész Káli-medence csodálatos látvány. Szívből ajánlom az 5-ös kilátót. Tehát az azt jelenti, bocsánat, hogy belátod a Káli-medencet, belátod és az egész Káli egy kis bónuszként még a Balatonra is rálátsz. És egy pici Balatont, igen. Tehát, hogy nézd ott a Káli-medence, és ott egy kis Balaton is, tehát így körülbelül így. Az 5-ös kilátót azt nagyon ajánlom, a Szent Békára és Köveskál között a Fekete-hegyen található. Az odavezető turista út is csodálatos, egy ilyen nagyon árnyékos, egy ilyen mély út. Illetve a Káli-medence közepét, ami a Kornyitó és az Emberi Komédiák szobor, amit Veszprém Imre alkotott, és ott érdemes forogni egy kicsit, mert ott tényleg onnan látod már így a Badacsonyi hegyeket, Tóthi-hegy, Gulács, Szentgyörgy-hegy, Csobánc, és az úgy olyan, azt nem lehet kihagyni. Kővágőrsön van egy mosókút, amit én nagyon szeretek, ahova ugye el szoktam menni elvonulni, meditálni, de hát rengeteg csodálatos hely van ott. Segíts nekem egy kicsit, hogyha az emberek többsége ugye mégiscsak balatonozni megy, fürdeni megy, ha azt mondod, hogy van egy szabad napod, amit te a Káli-medencében akarsz eltölteni, akkor elindulsz mondjuk Réfülöpről vagy Tomajból, tehát a klasszikus strandoló helyekről, akkor már elindulhatsz biciklivel? És megtalálod azt a szórakozási lehetőséget, azt az érdekességet a Káli-medencében, amiért érdemes neki indulni? Mindenhol van valami, ami érdekelhet, de hogyha össze kellene állítanom egy napot, akkor biztos, hogy Zánkán kezdenék. Aha, a Káli-medence kapujában, ott a gyógynövényvölgyben, mert az egy ilyen elég jó feltöltődés és érdekes, és ott nagyon finom teák vannak. Egyébként ott is van kiállításunk. Onnan Köveskál, ott Köveskálon mindenképpen az egyik romot megnézném, ott szuper borászok vannak, utána onnan átbiciklizni Kővágóörsre, ott megállni a Kornyitónál, amit mondtam, Kővágóörsön a mosókút, és akkor szépen körbe biciklizni. Kővágóörsön is nagyon, ott például lehet egy jót enni, kecskesajtosokat érdemes megnézni Kékkútnál, kecskefagyi, úgyhogy sok-sok különlegesség van. Itt milyen távokról beszélünk egyébként a Káli-medencében? Hát olyan 10 kilométerek kb. 7-8. Tehát egy nap alatt azért simán bebiciklizhető, nem? Ó, abszolút. Vannak azért emelkedők, tehát azért fel kell készülni erre, de aki nem szeret az emelkedőn menni, az át tud menni a Káli-medence közepén egy földúton. Igen, nekem a kedvencem egyébként ez a bizonyos nagy lejtő, ami Réfülöp felé indul. Igen. Az szintén a kapuja a Káli-medencének. Igen, itt gyakorlatilag majdnem egy kilométert mész csak lefelé, úgyhogy elengedheted, csak a kormányt fogjad közben mindenképpen. És nézed a Balatont. És nézheted a Balatont, az csodálatos látvány. Igen. Ezt mindenképpen el kell ismerni. Azt szokták mondani, nem tudom mennyire osztozol ebben a gondolatban, valaki azt mondta nekem, és ide is írta a szerkesztő kollégám is, hogy használják a Káli-medencére azt, hogy a magyar Toszkána. Osztozol vagy nem osztozol? Nem, ebben? Nagyon nem. Mert? Mert miért kell másnak hívni? Szóval, hogy nem voltam még Toszkánában, nagyon szeretnék elmenni, és értem, hogy miért hívják így, de nem osztozom. Nem? Ez nem. A miénk, és ez a miénk, és ez a különlegesség? És jöjjenek ide, és jegyezzék meg azt, hogy Káli-medence, hogy Pécsei-medence, hogy Tapolcai-medence, és ne így azonosítsák be, hogy magyar Toszkána. Szerintem, de hát mindenki mást mond. Egy kicsit szagadjunk el a Káli-medencétől, mert sokszor mondják egyébként, hogy az Észak-Balaton azért ennél sokkal, de sokkal több. Mi az, amit még külön javasolnál azoknak, akik egy kicsit be akarják barangolni ezt a vidéket? Ugye jön az ősz, azt hiszem, hogy sok lehetőség lesz most mászkálni arra felé. Hát az új kedvenc az mindenképpen a Pécsei-medence, Vászolj. A Pécsei-medence az mik a kapui? Vagy egy kicsit akkor így betájolom, jó? A Káli-medence az igazából Ábrahám-hegy és Zánka fölött van. Ábrahám-hegy és Zánka már nem feltétlenül tartozik a Káli-medencéhez. Ugye a Káli-medence az hivatalosan Kővágóörs, Kékkút, Mindszentkála, Szentbékála, Monoszló, Balatonhenye, illetve Köveskál, illetve Salföld még Kapolcs hozzá már nem is tartozik hivatalosan? Kapolcs nem. Kapolcs a völgy, így hívjuk ott egymás között.
És akkor Zánkától Aszófőig van a Pécsei medence, de ugye a Zánka és Aszófő nem Pécsei medence, csak onnan felfelé található, és az Vászolj, Pécsei, Dörgicse, Mencshely, Akali, és ott Vászolj az, amit nagyon, nagyon szeretek. Ott van a Szent Jakab forrás, illetve van egy ilyen kis tó, és hát az egész egy ilyen kis mesefalu. De Dörgicse. Tehát ott nincs, nem tudok csúnya települést mondani. Jó, és ha nézzük akkor a további helyeket, ugye most már a Káli medencét is megtaláltuk, a Pécsei medencét is megtaláltuk. Ha a főváros felé haladunk, kelet felé. Az a Füredés környékének hívjuk, igen. Ott Koloska völgy mindenképpen. Koloska völgy, nem is hallottam még róla. Koloska völgy az egy csodálatos hely. Egy ilyen tollasozni lehet, van egy nagy rét, van egy kis forrás, van egy ilyen kis pados rész, tűzrakóhely. Ilyen és kis akkor, romantikus ilyen hely? Kis romantikus, árnyékos hely, fel kell menni autóval egy ideig, utána ott le kell parkolni, és ott egy pokróccal, egy kis piknikkosárral ott napokat. Ez milyen messze van egyébként Fürettől körülbelül? 2-3 kilométer, tehát ez ott van közvetlenül, és akkor onnan fel lehet menni kirándulni még tovább ilyen turista. Mi az, amit még Füred környékén tudsz mondani, ilyen kis eldugott helyet, amire azt mondod, hogy talán kevesebben látogatták meg eddig, pedig érdemes lenne. Palóznak mindenképp, szintén Palóznak. Egy ilyen hát Palóznakról ugye most már Jazz Fesztivál miatt azért sokan tudnak. Igen. Jó neves vendégeket hívnak, de ez is egy kis kvázi hegyi falu? Igen, egy picike hegyi falu. Palóznak Felsőrs, Alsóörs, mondjuk Alsóörs ugye a parton van, Felsőrs egy kicsit feljebb. Ezek mind olyan helyek egyébként, amit, hogyha valaki egy picit már megunja a balatoni fürdőzést, akkor érdemes néhány kilométerrel északabbra elindulni, és megtalálja benne a kis hegyi romantikát? Így van. Aha. Így van. Aha. Na most a nagyvárosok ugye a parton, az a keleti oldalon az inkább Füred, a nyugati oldalon az inkább Tapolca és Keszthely. Igen, így van. Hát ugye Tapolca az inkább középen van, Keszthelyen... Keszthely inkább úgy város, hogy ott tényleg a Keszthelyi kastély, Festetics kastély, a városi látnivalók. Tehát az nem egy olyan kis falu. Az már egy városnak minősül, abszolút így van. És a kettő között, tehát Füred és Keszthely között mondjuk azt, hogy a klasszikus Balaton felvidék. Így van. Amire te mit ajánlanál leginkább? Gyalog, biciklivel? Mi az, amivel szerinted a legjobban meg lehet ismerni? Autózni inkább egyik helyről a másikra? Hát gyalog, mindenki. Gyalog egy kicsit ilyen nagyon, hosszúnak tűnik, nagyon nem? Sokan gyalogolnak, nagyon sokan mennek gyalogtúrára ott. Pontosan ezért, mert hogy nem akarnak kihagyni semmit. Mert biciklivel is úgy vagy, hogy suhansz, és ha nincs kedved, nem szállsz le a bicikliről. De gyalog, mindenhol megállsz. És nagyon sokan gyalogtúráznak. Nálunk Örvényesen nagyon sokan jönnek be feltölteni a kulacsukat gyalogtúrások, és ők mindenhova mennek. Van egy sátor a hátukon, és ahol éri őket az éjszaka, ott. Igen, Csilla, de azért itt azért nagy távolságokról van szó, ugye a Balaton felvidék azért. Akkor bicikli. Akkor marad a bicikli. E-bike az idősebbeknek, bicikli a fiatal. Azért egy, nagyjából azért mégis egy 70 kilométeres távról van szó, mondjuk Keszthely és Füred között nagyjából. Ha a legromantikusabb helyet kellene megnevezned, akkor neked melyik településre, melyik tájra este a választásod? Hova szoktam menni, amikor romantikus? Igen, legyen így. Fel a Kopaszhegyre. De lehet, hogy azért, mert az van közel. A Kopaszhegy az merre felé esik? Az Mindszentkála. Az a 290 lépcsős Kopaszhegy. Hát oda úgy ki lehet feküdni. Rengeteg romantikus hely van, de ezt már egyszer mondtam egy műsorban, hogy a romantika az nem helyfüggő, és hogyha ott tör rád, akkor az a romantikus hely. Amit nagyon ajánlok még ott Keszthely felé, Balatongyörökön az a parti kilátó, illetve a balatongyöröki kilátók szintén. Gondolkoznom kell, mert nagyon sok van. Viszont akkor arra is hagy kérdezzek rá, hogy amellett sem mehetünk el, ugye a Balaton felvidék szőlőben, borban gazdag hely. Pont ez jutott. Ez is egy másik lehetőség. Tudom, hogy nagyon sokan most már a gasztroturizmusnak adják át magukat. Te emlegetted ugye a kecsketejet, illetve az ahhoz tartozó finomságokat. Én meg emlegetem akkor azt, hogy én bizony, amikor nekiindulunk biciklizni, akkor fröccsözőről fröccsözőre is tudunk járni. Tehát az én egyik kedvenc borom az Balatonedericsen van, egyébként ott a Csodabogyós barlang mellett, és hát a Léptennyomon csodálatos borászok vannak, Káptalan Tóti, Sabarhegy,
Balatonudvari, hát nem is tudom, én ott a bárban, ahol balatoni termékek vannak, ott csak olyan borokat árulunk, ami balatoni, és mindegyiket kóstoltuk. De nem és meg vagy elégedve vele? Igen, hát amivel nem vagyok elégedve, azt nem áruljuk. Viszont gyorsan egy kérdezek rá, ugye közeleg azért a tél, mit lehet télen csinálni? Pihenni. Tényleg. Pihenni, kirándulni, most már egyre több vendéglátóhely nyitva van, el lehet menni egyet szaunázni, a tavasbarlang is nyitva van télen. Kirándulni. Tehát azt mondod egyébként, hogy a Balatonban megvan a potenciál arra, hogy 4 évszakos kirándulóhely legyen? Abszolút. Hogy ne csak júniustól augusztus végéig tartson az a bizonyos időszak a Balatonnak? Mindenféleképpen, és én azt veszem észre, hogy hétvégente teljele is van a környék, és kirándulnak, és bicikliznek. Ezt az embereknek kéne egy kicsit így eldönteni, hogy kirándulunk, nem csak fürdünk, kirándulunk is, és pihenünk, főleg ez a pihenés. Mert amit észrevettem, hogy az emberek így nem pihennek. Nem adnak időt maguknak, nincs meg ez az én idő, hogy akkor most szükségem van 3 napra, hogy lemenjek, elmenjek ebből a városból, és egy kicsit feltöltődjek. És ez pont erre jó tavasszal, ősszel és télen, hogy ott lehet pihenni. És nem is olyan drágák az árak, tehát hogy nem, szerintem nem ettől függ. Hogy... Ha te valakinek ajánlani akarnád, akár a Balatonfelvidéket, akár a Káli-medencét, mivel húznád oda, mivel tudnál kedvet csinálni mindehez? Hát magával a tájjal, meg amit most mondtam, hogy pihenni kell, de télen, ugye télen, tavasszal, ősszel ugyanott vannak ezek a látnivalók, egy kis történelmi segítséggel utána nézni az interneten, hogy milyen nevezetességek vannak. Szerintem ezzel el lehet tölteni egy hétvégét, ha valakit érdekel. Most ha valaki tényleg csak szánkózni akar, az is jó lehet, mert hát, hogyha esik a hó, akkor vannak dombok. Hogyha inkább nagyon gondolok, hideg van, akkor van átcsúszás. Hogy tudod, Balaton az ország átcsúszás. Más tájaihoz képest mennyiben más például a Káli-medence? Hát talán az, hogy ott a Balaton. Az mindenféleképpen egy pozitív szempont, hogy ott van egy nagy víz. Maga a Balaton, a magyar tenger. Maga a Balaton, ami ha befagy, akkor ugye van évente egyszer egy ilyen Balaton átcsúszás, az is egy izgalmas esemény volt. Azt hiszem 2 évvel ezelőtt volt először, nagyon sok ember jött. Nagyon drukkolok, hogy lehessen minden évben. És én nagyon szívesen segítek bárkinek, akármelyik Facebook oldalunkon ilyen személyre szabott programot kitalálni. Én egyébként elvégeztem a Reiki 2-t, és szerintem emiatt egy kicsit így szoktam érezni, kinek mire van szüksége. Ugyanúgy, mint a bárban is, hogy hello, te akkor rozét szeretnél valószínűleg, és igen, azt szeretnék. Úgyhogy én nagyon szívesen segítek bárkinek így. Csilla, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Egyet tudok ígérni, és meghoztad a kedvemet, úgyhogy a Káli-medencében akkor hamarosan találkozunk. Várunk szeretettel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Önöknek pedig azt javaslom, hogy maradjanak. Kimozdulunk most Magyarországról, egészen pontosan egy másik kontinens fogunk megcélozni, Amerikát, hiszen Csutka István fogta magát, és gondolt egy nagyot, és bejárta gyalog. Szenvedett eleget, de hogy miért szenvedés gyalog átmenni Amerikán, erről mindjárt bővebben vele, itt az Egyenlítőben.